Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával elhoztuk nektek a 10 legjobb karácsonyi sitcom epizódot. How much longer do I have to do this? I'm almost out of litter. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban azokat a legvidámabb sitcom epizódokat listázzuk, amelyek tuti meghozzák az ünnepi hangulatot. 10. A legelső karácsonyi műsorunk, Bírlak. Ha a karácsonyról van szó, ez a közhely valóban igaz. A legfontosabb, hogy időt töltsünk azokkal, akiket szeretünk. Még akkor is, ha ez egy reptéren történik. First Christmas was in a manger, they did okay. I mean, so what if we're stuck in this crummy dump? Christmas isn't about presents or Santa Claus or cows. It's about a feeling. It's about people. Tenőrék a hóvihar miatt nem szállhattak fel a repülőgéppel. DJ kiborul, amikor az ajándékok eltűnnek, míg Stefani egy kellemetlen találkozásba bonyolódik a Mikulással. Ho, Michelle! Ho, Joey. Oh, Michelle, that's not Joey. That's Santa Claus. See? It is Joey. Éppen amikor mindenki karácsonyi hangulata a padlón van, Jesse bácsi egy lelkesítő beszédet mond, amely mindent megváltoztat. És még egy szerelmes csókot is kap. Ebben az epizódban minden benne van, amit a Bírlakban szeretünk. Vicces, szívmelengető és végtelenül imádnivaló. És még fehér karácsony is van, legalábbis Danny számára. Very funny. 9. Citizen Nope. Városfejlesztési osztály. Leslie Knope még egy politikai botrány közepette is mindent megtesz, hogy megtalálja a tökéletes ajándékokat a kollégáinak, még szép, hiszen ő Leslie Knope. So awful. Oh, my pleasure. See you in hell. Sajnos viszont megrekedt a kampánya miatti káoszban. Nem is sejti, hogy irodai cimborái valami egészen különlegeset fűztek ki neki. Vagy inkább mondjuk sütésnek. We make a gingerbread version of the office. Oh, I'm so good! A wood model. And we can decorate our offices with candy canes and gumdrops. Oh, that would be so adorable! Nem hinnénk, hogy valaha is láttuk volna a csapatot keményebben dolgozni, mint amikor mindannyian összedugták a fejüket Leslie karácsonyi ajándékáért. És most nem csak a mézes kalácsról beszélünk. This is the city council chambers. And that's you, next May. I don't understand. Your campaign advisors quit. Big deal. You're running for city council again, Leslie. With our help. Az ígéretük, hogy segítik a kampányát, háromszorosára növelte a szívünket, valahányszor megnézzük. És majdnem annyira szeretjük ezt az epizódot, mint amennyire Leslie Ent. The more she's mentioned a word, the larger it appears. Ben, and much larger Anne. She definitely loves Anne. 8. Hogyan lopta el Lily a karácsonyt? Így jártam anyátokkal. Az ünnepek barátainkkal való eltöltése szuperbuli lehet. Csak akkor nem, amikor az üzenetrögzítő szelleme felüti Ruth fejét, és ezúttal még egy jó öreg sör sem tudja helyrehozni a dolgokat. Hey Marshall, are you lying on the couch right now moping about Lily? You are, aren't you? Well, stop it. She's not worth it. You gotta get over that Grinch. But I didn't say Grinch. I said a bad word. Amíg Ted és Lily ezzel bajlódik, Robin gondoskodik a beteg Barneyról. Marshall pedig a tökéletes ajándékot adta Lilynek. An easy bake oven! I've wanted one of these ever since I was a little girl, in this exact model. I never told you that, how did you know? Amikor Lily rájön, hogy Ted felelős Marshall figyelmes ajándékáért, a többiekkel együtt felkeresik a férfit, ahol sör és karácsony ének kíséretében kibékülnek. A baráti összefogás a karácsony értelmét és a sorozat átfogó üzenetét hangsúlyozza. Néha nincsen nagyobb család, mint a barátaid. Are you as sick of apologies as I am? Yes. We just skip the apology and go straight to the forgiving? Yes. 7. Szívből jön. Kaliforniába jöttem. Ebben az epizódban az egész család újra összejön egy a vártnál is hangulatosabb síkunyhóban. I got news for you, Philip. This is your room. Excuse me? Well, there are only 4 beds left and Bobby got the last one. But for 10 bucks, you can use my sleeping bag. Ennek ellenére mindenki a legjobbat hozza ki a helyzetből, és amint Will bekapcsolja a rádiót, a buli beindul. A felnőttek úgy döntenek, hogy a gyerekeket hátrahagyva máshol folytatják az ünneplést, de a dolgok rosszra fordulnak, amikor egy jószándékú cselekedet rabláshoz vezet. A büntény következményei során mindenki rájön, hogy a karácsony sokkal többről szól, mint csak ajándékokról. Nos, legalábbis Hillary kivételével.
Végül azonban még ő is megtanulja, hogy a legjobb ajándékok gyakran azok, amelyeket pénzért nem lehet megvenni. Az epizód az elejétől a végéig vidám és tele van szeretettel. Well, hey, wait a minute. That is drowning me out. My gift to you is a solo. Oh, no, Carl, you can still sing solo. So low that we can't hear you. Hatodik. Ai, feketék fehéren. Túlságosan kommersz már a karácsony. Ez az epizód határozottan ezt bizonyítja. Dre faterja aggódik, hogy a család szem elől tévesztette az ünnep igazi értelmét, és úgy dönt, hogy ideje átmenni old schoolba. You get one gift. Jesus God. You broke my heart. Wait. One gift for all of us to share? Now that is an interesting idea. Shut up! A régi és az új karácsony csatájában nincsenek nyertesek, és a titkos karácsony is visszafelé sül el. Dre keményen küzd azért, hogy boldoggá tegye a gyerekeit, és megtudja, hogy az apja hogyan próbálta ugyanezt tenni érte. Pops, you just could have said so. And what's that conversation look like? Listen, son, I work a minimum wage job, and I can barely keep the lights on. So here's some pickles. Merry Christmas. A karácsony üzleti esítése gyakorlatilag már televíziós szokás, de a feketék fehéren egyedi nézőpontot képvisel. Dob be a legjobbakat a régi és az új hagyományokból, majd adj hozzá egy pár ajándékot is, hiszen amíg a legjobb emberekkel töltöd az ünnepet, addig gond nem lehet. Well, it's no God bless us everyone, but I'll take it. Come on, give me some love. Give me some love. Merry Christmas. Ötödik. A rivális. Agymenők. Csak Sheldon Cooper képes az ajándékozás ünnepi hagyományát munkává alakítani. Pontosan ez történik, amikor csalódottan tapasztalja, hogy Penny mert neki venni karácsonyi ajándékot. Penny, I know you think you're being generous, but the foundation of gift giving is reciprocity. You haven't given me a gift. You've given me an obligation. Most már kénytelen viszonozni a gesztust, és magával rángatja Howardot és Rust egy fájdalmas bevásárló körútra. Ez az epizód akkor tetőzik, amikor Sheldon kinyitja Penny ajándékát, és majdnem szívrohamot kap. To Sheldon, live long and prosper. Leonard Nimoy. He came into the restaurant. Sorry, the napkin's dirty. He wiped his mouth with it. Azonban nem a Nimoy szalvéta vagy a címadó ajándékkosarak tették emlékezetessé ezt a jelenetet. Az, hogy Sheldon megöleli Pennyt, mindannyiunk számára egy igazi karácsonyi ajándék volt. És ez csak azt mutatja, hogy kellő Star Trek legenda DNS-sel, még a leghidegebb szíveket is meg lehet olvasztani. Leonard, look, Sheldon's hugging me! It's a Saturnalia miracle! Negyedik, a 23. New Girl, új lány. Ez az első évadbeli epizód tökéletes egyensúlyt talált a sorozat klasszikus humora és érzelmeink megérintése között. Okay, there's something we gotta do. Sorry. Oh, what are you doing, man? Get you to the final line. Sure, I should do it. Every single year, man. Jess és Paul Genslinger kapcsolata akadályokba ütközik. Nick elhatározza, hogy nem fog lekésni még egy hazafelé tartó járatot, Schmidt pedig nem akar többé az irodai Mikulás lenni. A csúcspont azonban kétségtelenül a vége, ahol Nick elhatározza, hogy mosolycsal Jess arcára. Excuse me, we got a girl out here who would really like to see the lights. Sorry to wake you if this is rude. Make it the candy cane lane or whatever. You spend all this time to show off and do it, so show off, you got an audience! A csapat kiabálása a Candy Cane Lane lakói felé, hogy kapcsolják fel a világítást, legalább annyira szívmelengető, mint amennyire vicces. Zooey Deschanel háttéréneke mindenféle karácsonyi hangulatot kelt bennünk, de persze azt sem felejthetjük el, hogy a sorozat az ünnepi különkiadását Darlin' Love varázslatos előadásával zárta. Harmadik, Abed féktelen karácsonya, balfékek. Míg a tévéműsorok általában arra koncentrálnak, hogy miért a karácsony az év legboldogabb időszaka, a balfékek cinikusan megközelítést választott. Abed tudatalattia egy karácsonyi vidámsággal és zenei előadásokkal teli látványosságot varázsol elő, amely elrejti a fájdalmait. Tragic day gone wrong, sad quick Christmas song. I don't suppose you know the meaning of Christmas, lonely snowman. A csapat láthatóan keményen küzdött azért, hogy zöld utat kapjon ez az ötlet, és rendkívül szűkös időkorlátok között hozták össze az egészet. De mennyire fantasztikus munkát végeztek. A látvány lenyűgöző, a zene epikus, a történet pedig tökéletesen ötvözi a humort az érzelmekkel.
Mindenki megtanulja, hogy az ünnepeknek nincsen egyetlen végleges jelentése, és a legváratlanabb esetekben is találhatunk örömöt. Ez az epizód az az ajándék, amely sosem fogy el. Második, karácsonyi parti, Office. Gyakorlatilag az Office minden karácsonyi epizódja annyira jó, hogy nehéz volt kiválasztani a legjobbat. Well, I call it fun. Why are we doing this? Because it's better, because it's more special. Számunkra a második évad Christmas Party és a hetedik évad Classic Christmas című részek között volt a választás. Azonban az előbbi mellett kellett döntenünk, mivel ez foglalja magába a sorozatban megismert és megszeretett egyedi humort. Ott van a fergetegesen kínos ajándékcsere, Jim és Dwight húgolyó csatája és Michael szembeszállása egy múltbéli fickóval. Top back, ladies and gentlemen! What's up, my nerd? Mindez még azelőtt, hogy eljutnánk a rendkívül kínos karácsonyi partihoz és az epizód szívszorító befejezéséhez. Az epizódon rengeteget lehet nevetni, főleg azoknak, akiknek valaha is el kellett viselniük az erőltetett munkahelyi bulikat. Right now you're the expert. Is this enough to get 20 people plastered? 15 bottles of vodka? Yeah, I should do it. Mielőtt felfednénk az első helyzetet, ime néhány vigasdíjas. Karácsony ott van, ahol a szív van. Family Matters. A karácsony hangulatot csak egy feldíszített vonatútra van tőled. Merry Christmas, Steve! Merry Christmas, Carl! Karácsonyi rémálom. Öreg lányok. Képzelj el egy karácsonyt 1986-ban. He has been holding us hostage all this time with a toy gun. I can't believe it. Neither can I. Dorothy, you call yourself an Italian? You can't tell the difference between a toy and a real piece? Karácsonyi különkiadás, a stúdió. Egy karácsonyi epizód a karácsonyi epizód készítéséről. Merry Christmas to a szeretet ünnepe. Modern család. Egy karácsonyi történet az elfogadásról, őszintességről, nagylelkűségről és egy olaszországi utazásról. I made a mistake and people make mistakes and they make up for those mistakes by taking their family to Italy. A sztrájk, Seinfeld. Boldog ünnepet mindenkinek. When George was growing up, his father hated all the commercial and religious aspects of Christmas, so he made up his own holiday. Oh, and another piece of the puzzle falls into place. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, a karácsonyi tatu. Jó barátok! A jó barátok gyakorlatilag a hálaadás jelképévé vált, de volt néhány szuper emlékezetes karácsonyi epizódjuk is, mint például Phoebe ünnepi dala. Went to the store, sat on Santa's lap, asked him to bring my friends all kinds of crap. Said all you need is to write them a song. A hetedik évadban Ross megpróbálja megismertetni Bennel a Hanukát, de a srácnak csak a karácsony jut eszébe. Mire Ross elismeri a vereségét, már nem maradt Mikulás ruha, ezért előveszi a B-tervet. I'm the holiday armadillo! I'm a friend of Santa's, and he sent me here to wish you a Merry Christmas! A karácsonyi tatunak köszönhetően apa és fia megtanulták elfogadni a multikulturalizmust és az összetartozást. Még akkor is, amikor a Mikulás és Superman megzavarja a bulit. Az epizód minden története megajándékoz a nevetéssel, de nem véletlenül a tatu kapja a főszerepet. Ő a modern kor egyik legikonikusabb ünnepi karaktere, és bármikor szívesen tanulnánk tőle a Hanukáról. My favorite part was when Superman flew all the Jews out of Egypt. Nektek van kedvenc karácsonyi sitcom epizódotok? Van olyan, amit minden évben megnéztek ilyenkor? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!